Ukrajna a háborúból származó közvetlen veszteségei meghaladják a 600 milliárd dollárt. Jelentette be André Jármák az elnöki hivatal vezetője. Nagyon nehéz helyzettel állunk szemben. 5 millió ember menekült el az országból a harcok miatt. Legalább ugyanennyien belső menekültekké váltak. Civilek tízezrei haltak meg az orosz invázió következtében. A háború Ukrajna GDP-jének 35 os csökkenését idézte elő. Több mint 200 gyárunk veszett oda. 600 milliárd dolláros veszteség érte az országot, mondta Jermák. Hangsúlyozta, Ukrajna mindennek ellenére továbbra is védekezik, keleten és délen is heves harcok folynak. Nekünk kell győznünk. Ellenkező esetben Ukrajna egyszerűen eltűnik, mint nemzet és mint állam. A nemzetközi közösség továbbra is nyújt katonai, technikai, politikai, pénzügyi és humanitárius segítséget, fejtette ki az elnöki hivatal vezetője. Nyermak hozzátette, az Oroszország elleni szankciók fog rendkívül fontos támogatást jelent Ukrajna számára az agresszió visszaszorításában.